Milyen volt ez a nap, meg ez az este? Nagyon nehéz erről most beszélni, megmondom őszintén, mert még, én még mindig a hatása alatt vagyok. Nem tudom eldönteni, a végéget nem éreztem, ugye igazából ez nekünk egy ilyen, pont beszéltük az előbb a Ikrek anyukájával, Barbival, hogy, hogy ez olyan volt nekünk, mint egy Európa bajnokság, ugye egy VB, csak sokkal többen voltak, meg volt közte őt karika is, mert hangosabb volt a zene, és akik sorolhatnám, de igazából szerintem majd nekünk ez egy olyan, hát egy két nap múlva majd leesik. Egy hónap. Fantasztikus volt a stadion. Nagyon jó volt látni egy ilyen város. Mindenki a tékvándó miatt volt itt, ez szenzációs volt. Ilyet még nem tapasztaltunk. Szóval mondta, hogy ő megérezte, hogy ez sikerülni fog. Ezt is így éreztétek, amikor ma reggel fölkeltetek? Ez így volt. Ez így volt. Én is volt egy sajtótájékoztató velem még a Hankúba klubba, és ott mi már el is voltunk. Tehát én ott elmondtam, hogy nálunk az ezüst meg a bronz, az nem pálya, csak az arany. Tehát, hogy az, hogy majd mi örülünk, ha itt lehetünk, az meg végképp. Tehát, hogy mi az aranyért jöttünk, de tényleg. Tehát, hogy ez így. És nagyon sajnáljuk ezt a kvalifikációt, és hogy nem sikerült a Luanának, de az, hogy a tékvándóban egy világbajnok nem lehet ott egyenes állni az olimpián, azt én szégyengyalázatnak tartom. Tehát, hogy ezt fontos volt elmondanom, mert ilyen nincs a világon, hogy egy világbajnok nem lehet ott az olimpián. És a kvalifikációs felső, hogyha egy pici hiba történik, és nem ült be, én nem is állítanék oda egy világbajnokot egy kvalifikációs versenyre. Tehát szégyengyalázat, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon-nagyon hűvös is vagyok is. És ez nagyon jó lett volna, ilyen fiatalon mind a két testvérpár itt lenne az olimpián, és megmutatkozzon. De nem baj, hogy Los Angeles-ben. Persze, semmi baj, mert ez erősebb leszek ettől. Így van. Jobb is leszek, tanulok tőle. Los Angeles jobb is lesz. Meg igazándiból az elsők, akkor nagyon mennek a családnak. Az első világbajnoki cím a Magyarországnak, az első olimpiai bajnoki cím, és akkor majd lehetőleg az első kettős olimpiai bajnoki cím is meg lesz. Annyit kérdeztek még Vivitől oda bent, hogy mi lesz a menü. És ő azt mondta, hogy egy nagyon-nagyon finom hamburgerre vágyik először, aztán meg anya főztjére. Mi lesz anya főztje? Szerintem nagymama főztje lesz, mert megyünk haza Magyarországra, és szerintem töltött káposztal jól. De ma megkapja a hamburger biztos. Rántatós krumplipüre is. Ja, igen. Meg van a babfőzelék. Tehát mindenféle magyaros dolog. Ti mindent összepakoltatok annak érdekében, és életeteket gyakorlatilag újra kezdtétek annak érdekében, hogy a lányoknak ez legyen a karrierje. Nyilván ez most egy nagyon jó visszaigazolás erre, de hogy mégis hogy élitek meg ezt? Én erre majd egy hét múlva tudok válaszolni. Igen, ezt mondjuk igazából tényleg nem nagyon fogtuk föl, és hihetetlen. És három méterrel az egekben a tudatos éppen, úgyhogy tényleg ez egy áron volt, hogy ez egy út volt igazából, és nem fogjuk föl még, mert erre azért költöztünk el, hogy ez történjen meg, és hogy most ez történt meg, hihetetlen igazából. Most mondjuk, most mi fog történni, de megyünk tovább. Megyünk edzeni tovább. Persze. Igazából most megvan egy kis pak, nem? Egy 11 éves csomagot most így becsomagolod, és akkor fölakasztom a falra, kipipálom, és akkor megyünk tovább. De persze, még azért élvezzük. Ez a szerintem a kitartás az a Barbara, az anyuka. Hát azt gondolom, hogy a Zsolti család is sportos, meg az én családom is, és akkor így valahogy ezt összegyűjtünk. Az erő és az erőszak, az pedig én vagyok. Az biztos. Úgyhogy jól letöztük. Igazából amúgy én a gyerekeket zenéről szerettem volna. Mint semmilyen életképpen versenysportra nem, de hát azt látszik, nem mi döntjük el. Anya nem akart, hogy mi el is sportolók legyünk, nem? Abszolút. Egy nyugodt élet az a fasz. Üzene az teljesen kimaradt, akkor így a lányok életéből? Igen. Kitárt kaptak, egedet kaptak. Igen, de soha nem... nem igazából Tenerife nem volt rá lehetőség, mert mindig próbáltam őket beíratni a zeneiskolába, de valahogy vagy nem volt hely, vagy nincs a cég, és akkor mivel nem tudtam őket beíratni, ezért elmentünk sportolni, és akkor jól lányok az iskolába, és akkor úgy
maradt ez, ugye elkezdtem lovagolni, úszni, focizni, futni, és nagyon a tekvandó, és ott maradtam. A tekvandóval pontosan hol találkoztatok? Úgy volt, hogy egy barátunk tekvandozott, elkísértük őket egy edzi, igen, kiköltöztek Tenerifére, és ők tekvandoztak, keresztünk egy klubot, mentünk velük egy edzésre, és mondta az edző, hogy álljunk bele. És akkor próbáltuk, és mondta az edző, hogy jöjjünk holnap, és már azóta.